Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hivatalosan is elkezdődött az idei Magyarok Kenyere program. Ünnepélyes buzagyűjtő nap Sombereken. Korábban megvehetjük a hazai gyümölcsöket. Az időjárás 3 héttel hozta közelebb a szezont. Szédítő száguldás a körpályán. Sebességi automodell Európa-bajnokságot tartanak Pécsen. Divat és textiltervezők kiállítása. Öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotások a Nádor Galériában. Hivatalosan is elkezdődött az idei Magyarok Kenyere program. Ünnepélyes keretek között ünnepelték a Baranya vármegyei buzagyűjtő napot Sombereken. A NAK Baranya vármegyei szervezete, a Baranya vármegyei kormányhivatal és a Baranya vármegyei önkormányzat nyitotta meg a jeles napot, mely az idei Magyarok Kenyere program kezdetét jelzi. A buzagyűjtés már elindult Baranyában, 3 helyszínen is leadható az adomány. A Magyarok Kenyere programhoz kapcsolódó búzagyűjtésnek, adományozásnak Baranyában van a legnagyobb hagyománya az egész országban, mivel innen indult a rendezvénysorozat. Itt van egy olyan törzsadományozó csapat, akikre minden évben számítani lehet, mondta az ünnepsége Ritlinger József, a NAK Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Mindig bármi történik, ők akkor is föl fognak ajánlani. Volt már olyan, hogy például valakinek családi tragédiája volt sajnos, és hát mondtam neki, hogy ha nem tudsz adni, nem baj, azt mondta, nem Józsi, ezt én ide szálltam, és minden évben is ide szállnom, ameddig én vagyok, addig ez ide fog kerülni. És ezt meg is köszöntem neki. Én úgy gondolom, hogy azért vannak ilyen emberi sorsok, de azt látom, és azt tudom, mivel azért a vetésterület egy picit szűkült, picit, ami azt lehet mondani, egyharmaddal kevesebb lett az idén a betakarított buza, mint az előző években, ezért, ha ugyanazt meglépjük, tehát ugyanazt a mennyiséget felajánlják a gazdák, gazdatársadalom, akkor is többet ajánlottak föl, mint idáig bármikor. Én úgy gondolom, ez a 45-50 tonnát, azt a 2 kamiontételt biztos, hogy meg fogjuk tudni lépni, meg fogjuk tudni ugorni. Ritlinger József azt is látja a búzagyűjtő napon, amit ő már inkább adományozó családi napnak nevezne, mert itt most inkább megbeszélik a dolgaikat, visszatekintenek az elmúlt fél évre, megbeszélik az aratás nehézségeit, az árak alakulását, teszi hozzá az elnök. Itt is azt látom, hogy egyre többen jönnek családostól, kisgyerekestől, és én azért is gondolom, hogy ez egyre szélesebb körnek fog örvendeni, és ezért is merem biztosan mondani, hogy ezek a mennyiségek meg fognak lenni. Már ma reggel egy kis számvetés, bekértük a gyűjtőpontoktól, hogy hogy állunk. Azt látjuk, hogy valahol ugyanannyi van, de 2 helyen több felajánlás van, mint a tavalyi év ugyanezen időszakán. Azért ez egy mérleg, mert minden évben július utolsó péntekén van ez a buzagyűjtő nap, és ez így is marad. Az ünnepségen Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, a Magyarok Kenyere program a Kárpát-medencei nemzeti összetartozás egyik legfontosabb szimbólumává nőtte ki magát. Azonban mi baranyaiak, akik itt élünk, emlékszünk a kezdetekre, 13 esztendővel ezelőtt a Magyarok Kenyere program innen Baranyából szökkent szárba. A baranyai gazdák voltak az elsők, akik példát mutattak összefogásból, és aztán a későbbi években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy olyan védőhálót nyújtott ennek a programnak, amely aztán segítette azt, hogy ez valóban egy nemzeti programmá álljon össze. Hogyha az elmúlt közel másfél évtizedre visszatekintünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a baranyai és a Kárpát-medencei magyar gazdák felajánlásai a legjobb helyekre kerültek. Több éven keresztül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba atya gyermekotthonaiba kerültek kenyérformájába az adományok, de más fontos célt is sikerült megvalósítani a program révén. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. Együttműködésében szervezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program búzagyűjtő napját. A búza adományokat Sombereken, Vejtiben és Szigetváron lehet leadni a búzagyűjtő helyeken. Már kezdődik a szilva szezon, a csemege kukorica is a pultokon van, az őszi barac pedig a közepén jár, mondták a hazai gyümölcsökről az őstermelők a pécsi piacon. Az időjárás előrébb hozta az érési folyamatokat, mint tavaly. Az árusok szerint érdemes figyelniük a kínálatot a háziasszonyoknak, ha szeretnének eltenni a terményekből télre.
Gyümölcsökkel, zöldségekkel vannak tele a piaci pultok Pécsen. Olyan hazai finomságok is megjelentek már, amikkel a korábbi években nyár végén találkozhattunk csak. Most a szilva szezont kezdtük, nekem ez az ötfajtám van, ez az első fajtám, és utána jönnek szilva, az nekem a választékban október elejéig fog lenni. Nagyon késői fajták is vannak. Az őszi barasznak a közepén tartunk, a kajszinak ez pedig a legutolsó fajta, tehát ez a legvége a kajszi baraszból, a kajszi kínálatból. Az időjárás erősen befolyásolja az érési folyamatokat a gyümölcsösökben, gazdaságokban, mondja az őstermelő. A szezon elején egy 3 héttel voltunk előrébb, ez a nyár közepi melegnek ez meg is maradt, azt gondoltuk, hogy talán egy kicsit visszazökkenünk a rendes kerékvágásba, de ezek a 1-2 hete 30-35 meg magasabb hőmérsékletek, ezek meghagyták ezt a 3 hetest. Úgyhogy 3 héttel előbb le fog menni az őszi barack is, a szilva annyival előbb fog érni, az is nyilván előbb le fog menni. Paradicsom és szőlő egy másik árusnál. Ők is a saját termékeiket hozzák a piacra. Aki idén nem figyel, lemarad a befőzési szezonról, mondja az őstermelő. Augusztusban szoktak paradicsomot befőzni. Most, ha nem főznek be, augusztusban nem biztos, vagy csak horror áron, hogyha még lesz paradicsom. A szőlőnek kedvez ez az időjárás, mert száraz idő van, és tehát jó a minőség, de korábban van, minden korábban van, 2-3 hét minimum korábban van. A borszőlő is, mert azzal is foglalkozunk, az is ott van, hogy szüret is, 3 héttel korábban lesz szüret idén, mint tavaly volt. Csemege kukorica egy másik standon. A nyár egyik kedvencét is hamarabb szerezhetjük be most. Idén egy olyan 2 héttel előbb kezdtük a szezont. Igazából kb. 2 héttel tovább is fog tartani. Szerintem ilyen szeptember végéig, októberig biztosan tudunk szedni friss csemege kukoricát egész szezonban. Csak csemege kukoricával foglalkoznak a művelési területükön, mondja az őstermelő. Mindig friss árut tudnak hozni a szezon végéig, így alakították ki a gazdaságukat. 3,5-4 hektáron. Amint több szakaszt csinálunk, hogy egész szezonban friss legyen a kukorica, szóval nem egyszerre érik be az egész, hanem ilyen heti ciklusokat csinálunk. Az őstermelők azt mondják, érdemes a vásárlóknak is figyelembe venni, hogy a hazai gyümölcsök, zöldségek korábban, mint egy 3 héttel már kaphatók a piacokon. Ha pedig szeretnénk télire eltenni a finomságokból, akkor a befőzési munkálatokat is korábban kell megszerveznünk. Rövid híreink következnek. Szeptembertől továbbra is minden tárgy bevihető lesz az iskolába, amely a tanulást segíti, de az nem, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Facebook oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolákba be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. A jogszabály betartásáról az iskoláknak kell gondoskodnia, a pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére, írta az államtitkár. A strandbüfék és a street food árusítóhelyek nyári szezonális ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 3,3 millió forintos bírságot szabott ki 48 eljárásban, és 205 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból 703 ezer forint értékben. Az esetek 11,5%-ában tapasztalták a takarítás hiányosságait és a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges kellékek hiányát, valamint a vendéglátóhelyek 10,2%-ában problémát jelentette a készételek tárolása. Csak nem minden tizedik vendéglátóhelynél hiányzott a dolgozók egészségügyi könyve. A fertőtlenítő mosogatás hiánya az ellenőrzések 8,7%-ánál jelentett problémát. Sebességi automodell Európa-bajnokságot tartanak Pécsen július 28-áig. Az Észbányász Modellező Klub 63 méteres körpályáján szágoldoznak az automodellek, akár 300 km per óra sebességgel is. A mezőnyben 24 hazai járművel vesznek részt a magyarok.
Így gyorsítják fel a körpályán az autójukat a versenyzők. El kell érniük egy sebességet, hogy a néhány köpcentis motor le tudja majd adni a nyomatékot, és 200 km/h sebesség felé gyorsuljon. Pécsen rendezik a 73. sebességi automodell Európa-bajnokságot július 26-a és 28-a között az Ércbányász modellező klub pályáján. Összesen 11 ország versenyzői gyűlt össze, plusz egy ausztrál versenyzőnk is van, meglátogatott minket, ugye maga a kontinens bajnokság ugye nem indulhat, de mint kívülálló ezért, tehát így értékelve lesz majd, de magában az Európa-bajnoki ranglistában ugye nem lesz feltüntetve az ő eredménye. És így a 11 országból összesen 158 darab autómodellel fognak itt versenyezni a versenyzők, 6 különböző kategóriában, a legkisebb a 1,5 centi, aztán 2,5 centi, 3,5 centi, 5 centi, 10, és van még egy speciálisabb kategória, az is egy 3,5 centi motoros kategória, az kicsit eltérezettő az autóktól. Minden kategóriában más sebességre képesek ezek az autók. A legkisebb kategória a másfelesbe, most, ha jól emlékszem, egy észtversenyző vezet 258 km/h sebességgel. Annyira nem volt boldog még, mert az ő autója az bőven tud 260 felett. Egyébként 269 itt ebben a kategóriában a világrekord. A két és felesben egy német versenyzőnk csinált egy 278-as eredményt. Ez nagyon örült neki, ez egy egyéni csúcs neki. Lehet, hogy Európa-bajnok is lesz már ezzel az eredménye, de hát még van vissza 2 nap a versenyből. A három is felesek 280-290 között tudnak körbeszámoldani a pályán. Az 5 köbcentisek már a 300-at is elérik, a 10 köbcentisek pedig a 310-345 km/h sebességet is tudják. A versenyen 8 kör átlagát veszik alapul a mérőrendszerben. Ez lesz majd a versenyző elért eredménye, ami alapján rangsorolják a legjobbakat. Az első napon kiemelkedően teljesített a budapesti Pető Gábor a magyarok közül. Ez a 3,5 centis kategória, hát a nagy izgalomban pontos eredmény, nem tudom, hogy mennyi lett, de mindenki azt mondja, hogy új magyar csúcs, úgyhogy nagyon örülök neki. Még sose csináltam ilyen eredményt, úgyhogy itt jól jött ki, hogy pont az Európa-bajnokságon ment ennyit az autó. A versenyző azt mondja, sokat kell dolgozni a modelleken, minden forduló után tisztítani, újra összerakni az autót, de megéri, ajánlja mindenkinek ezt a technikai sportot. Valaki szeret dolgozni, meg a mechanika, meg a motorok érdeklik, hát az az izgalom, hogy ott állsz és várod, hogy megy, nem megy, mi lesz, az ember meg keze remeg, amikor meglátja főleg egy ilyen eredményt. Hogy Ez a szép benne, igen. Ez a folyamatos izgalom. A magyarok összesen 24 autóval jöttek a pécsi Európa-bajnokságra. Minden kategóriában indul hazai versenyző, akik az ország különböző modellező klubjaiból érkeztek. Három éve indult a divat és textiltervező specializáció a PTM Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetben a tárgyalkotás alapképzési szakon. Nemrég pedig megnyílt a hallgató kiállítása a Nádor Galériában. Stábunk alatt tárlaton jártunk, ebből láthatunk most ízelítőt. Mindig ez a világ vonzotta Kovács Dánielt, és közben adódott a lehetőség a felvételre. Így az újdonság varázsa is hatott rá, amikor elhatározta, hogy a divat és textiltervező specializációra jelentkezik. Ez a különlegesnek tűnő képzés a PTM Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetben a tárgyalkotás alapképzési szakon 2021 őszén indult. Mindig egy adott nyitó koncepcióval kezdünk, szóval kapunk egy feladatot, és akkor ki az, aki hozzá társít dolgokat, meg milyen dolgokat. Nekem itt ez a kollekció a 99-es Woodstockból inspirálódott, és igazából a mintáim, a logón az digitál printer nyomtatott, saját magam által tervezett, így a fesztiválon ez a tábla felmutatós dologból kiindulva, illetve az egésznek van egy ilyen, nem is tudom, elszabadult a pokol, hatalmas felfűtött érzelmek, és ezt szerettem volna így a nagy sziluettekkel, bőrruhákkal visszahozni. Úgyhogy inkább először megvan a gondolatmagja, és akkor azt utána bontogatja ki az ember, és ez így
így épül fel szépen lassan. Dani három témakörbe hozott munkát a kiállításra. A másik alkotása esetében az újrahasznosítás volt a feladat. Merőben más gondolatiságot tükröz a jövőre végzős alkotó műve. Tudtam, hogy lomisztem ezt a két hatalmas sötét időfüggönyt, ami a külseje ennek az egész gyertextilnek, és őt szerettem volna felhasználni. És egy kicsit szerintem az is benne volt, hogy szerettem volna megpróbálni minél többféle dolgot, hogy ne csak egy valamit próbálja ki az egyetem alatt, hanem minél jobban kihasználjam a lehetőségeket, és így alakult meg ez az alkotás. A tárlaton a hallgatók öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotásai tekinthetők meg Pécsen, a Nádor Galériában augusztus 2-áig. A kiállításról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Javában zajlik a Vince utca teljes rekonstrukciója Pécsett. A térkővel burkolt utca állapota erősen leromlott. A kövek nagy felületen kimozdultak a helyükről, ezért az utca teljes pályaszerkezetét átépítik. A Vince utca rekonstrukciója két ütemben történik, a munkavégzés délről északi irányba halad. Az első ütem a Vince utca 4-es számtól a 32-ig terjedő szakaszt érinti, és 190 méter hosszúságban zajlik. Jövő héten újabb szakaszához érkeznek a munkálatok. Hétfőtől a felújítás mielőbbi befejezése érdekében az utca északi részén is megkezdődnek majd a munkák. Ezért a Vince utcát a 32-es számtól a táblákkal jelölt szakaszig lezárják a forgalom elől délelőtt 10 órától. A teljes utca lezárása várhatóan 3 hétig tart majd. A NAV baranyai munkatársai július 29-e és augusztus 4-e között kedden a Siklós és Strand üzleteit és büféit, szerdán Orfűn az élelmiszerboltokat, csütörtökön a Mohácsi, illetve a Magyar Egregyi Strand vendéglátóhelyét, valamint a hét minden napján a Vármegyében árusító szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá az Ördögkatlan Fesztivál árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugdíj számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. Kezdődik az őzek nász időszaka, amikor az állatok sokkal aktívabbak és figyelmetlenebbek, így az autósok számára is nagyobb kockázatot jelentenek. Ebben az időszakban a nap bármely szakában találkozhatnak a közlekedők az állatokkal az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is. Jellemzően nagy sebességgel ugranak a jármű elé, így a szokásosnál is nehezebb elkerülni a nem kívánt találkozást. A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron a vaddal történő ütközések száma is növekszik, ezért ne csak a vadveszélyt jelző táblákkal ellátott útszakaszokon közlekedjünk óvatosabban, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. A régió híreivel folytatjuk. Testösszetétel, általános egészségi állapot és artériás elektroméréssel is várták az érdeklődőket a Balaton-Szárszói községi strandon. A Mozdulnék Sportlabor 2023-ban indult, idén 220 sporteseményre és programokra látogatnak el a szakemberek. A vizsgálatok ingyenesek, azokat bárki kérheti. Az a lényeg, hogy egyenes karra tartsa, és egy kicsit el a törzsétől, hogy ne érjen a karja a törzséhez. Ott jelezni fogja az ábrán, hogy nagyjából hogy kellene beállni. Az InBody készülék képes megmérni testünk izom, zsír és víztartalmát is, mindezt néhány perces vizsgálattal. Ezt is kipróbálhatták az érdeklődők Balatonszárszón a Mozdulnék Sportlabor szakemberei segítségével. Testösszetételmérést csinálunk, általános erőléti állapotot mérünk, artériás életkort mérünk, amellyel az erekről kapunk információkat, a gyerekek számára is készülünk. Rájuk egy gyereklabor nevű mérési csomagot készítettünk, azt tudjuk megjósolni, hogy ők mikor érik el a pubertáskornak a várható kezdetét, és gyakorlatilag mikor jön el a csúcsnövekedési sebességük.
Egyéb mérések is vannak, tüdőkapacitást tudunk nézni, gerincet tudunk vizsgálni, tehát egy nagyon komplex szolgáltatási csomaggal állunk föl. A Mozdulnék Sportlabort az Aktív Magyarország Államtitkársága támogatja. A program 2023-ban indult. Idén 220 sporteseményre és más programra látogatnak el a szakemberek. A programnak a célja az főként nem az, hogy beteg embereket szűrjünk ki, hanem az, hogy sportos vagy sportolni vágyó embereket segítsünk abban, hogy újra visszataláljanak az egészséges életmódhoz, a fizikai aktivitáshoz a mindennapok tekintetében, és nekik olyan javaslatokat, olyan tanácsadást biztosítsunk, amely a teljesítményüket és az egészségüket tudják növelni a mindennapok során. Hazánkban egyre többen választják a rendszeres mozgást és az egészségesebb életmódot, de még mindig sokan vannak azok, akik kevésbé figyelnek oda az egészségükre. Az átlag népességnek a nagy része, ő nem mozog eleget, de abban bízunk, hogy vannak azért olyan pozitív kezdeményezések, illetve van az országban egy olyan kemény mag, akikhez azért lehet csatlakozni, jó példával járnak előttünk, és hát tőlük lehet azért sokat tanulni, lehet melléjük szegődni, tehát minden helyen van egy olyan pici tudásbázis és tudásmag, akitől tanulhat a kevésbé sportos életmódot folytató egyén is. A Mozdulj Sportlabor augusztus elején újra ellátogat Balatonszárszóra, ahol újra ingyenes felmérést és tanácsadást kérhetnek majd az érdeklődők. A csörgető helyzete mindig is szívügye volt a szekszárdiaknak. Jó hír, hogy a víz minőségére nem lehet panasz, és a környezetét is szeretnék szépíteni. Fejlesztésekkel kapcsolatos tervekről kérdeztük Máté Péter önkormányzati képviselőt. A parton áldogálva Máté Péter a csörgető körüli állapotokat fejtette ki. A tiszta víz szemmel láthatóan árulkodik a minőségéről. A vízminőség kiváló, mint látjuk, egy ilyen aszályos időszakban, amikor rettentő meleg van, a víz akkor se békarencsés, teljesen tiszta, gyönyörű, kristálytiszta vízről beszélünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a csörgető vízminősége az kiváló jelenleg. A környéke jelenleg rendezetlen, de vannak elképzelések ennek javításával kapcsolatban. Kiránduló helynek alkalmasnak kellene tenni, jelenleg azért nem elég rendezett a környezet, ezen mindenképp szeretnénk változtatni. Sajnos sokan visszaélnek a hely adottságaival, nem törődnek a természettel és rombolják a környezetét. Azért, hogy ezt megszüntessék, kamerákat fognak elhelyezni a part több pontján is, amelyeknek a beszerzése már folyamatban van. A tó múltjára visszatekintve sokakban felmerül a kérdés, hogy terveznek-e még ide a jövőben nagyobb társasági eseményeket. A rendezvények tartására akkor volt alkalmas a csörgető valójában, amikor kiszáradt a meder. Jelenleg a meder nem áll rendelkezésre. Az erdőbe egy fás terület, amennyiben ez kisebb társaságoknak alkalmas lehet, inkább kirándulóhelynek gondolnánk. A csörgető közelsége miatt is remek kirándulási lehetőséget nyújt a környékbelieknek, ami nem csak a hattyúnak, de az embereknek is kellemes feltöltődési opció. Nyaranta megnövekszik a vendéglátóhelyek forgalma, az éttermek terasza és a jó idő vonza a helyieket, turistákat egyaránt. Az étlapokat forgatva többekben felmerül a kérdés a borra való és a szervizdíj fogalmával kapcsolatban. Kindl László, a Garai étterem és söröző vezetője hangulatos belső terükben fogadott minket. Régóta üzemelteti a helyet, így bőven van tapasztalata a vendégek szokásaival kapcsolatban. 2006 óta üzemeltetjük ezt az éttermet, tehát 16-17 éve, családi vállalkozás, feleségemmel, illetve 2-3 munkatársunkban, illetve állandó munkatársak, nagyon kevés a elmenés, tehát akik végeztek, azokat engedjük el, illetve van olyan is, akit már foglalkoztatunk ugyanúgy, visszafoglalkoztatjuk. Tehát végzett, mint tanuló is nálunk dolgozik, ilyen kettő is van. Tanulókat is foglalkoztatunk, jelenleg 5 tanulónk van, 2 szakács, illetve 3 pincér tanulónk. Az egyes étlapokon található szervizdíj a kiszolgálási árat jelenti, ami a menüztetésre épülő helyekre nem jellemző. Ez nem közvetlenül a munkavállalókhoz kerül, azonban amelyik cég ezt alkalmazza, annak kötelessége az ebből befolyt összeget a dolgozók bérére fordítani. A Garai étterem inkább csak a borra valós megoldást preferálja, amivel a vendégek kifejezhetik elégedettségüket. A borra volt teljes egészében a pultban dolgozó pincéreké, pultosoké,
tehát nem a cég rakja el a borravalót, hanem ők nyilatkoznak arról, mennyi borravalójuk volt, vagy mennyi lesz. Az évek során azonban visszaesést tapasztaltak ezen a téren, mivel megnövekedett a kártyás fizetések száma. Mivel kártyára nem adnak borravalót, ezért van, aki ad a kártya után is külön készpénzt a pincéreknek, ha jó megértette, vagy megérezte, hogy milyen jó felszolgálás, vagy milyen jó volt a vendéghoz, milyen jó volt az étel, de maga a borravaló mértéke nem akkora jelentőségi jelenleg a vendéglátás, mint az előtt volt régebben, sokkal több borravaló volt a pincéreknek. Kindül László elmondta, érezhető, hogy a Covid ideje óta jelentősen megváltoztak az emberek szokásai. Gyakrabban tartanak otthonukban, kertjükben családi ebédeket, baráti vacsorapartikat, és kevesebbet járnak étterembe. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Hivatalosan is elkezdődött az idei Magyarok Kenyere program, ünnepélyes buzagyűjtő nap Sombereken. Korábban megvehetjük a hazai gyümölcsöket, az időjárás 3 héttel hozta közelebb a szezont. Szédítő száguldás a körpályán. Sebességi automodell Európa-bajnokságot tartanak Pécsen. Divat és textiltervezők kiállítása. Öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotások a Nádor Galériában. Szombaton napos száraz időben lesz részünk, legfeljebb csak este sodródhat be a nyugati észak-nyugati határhoz közeli tájakra egy-egy zápor, esetleg zivatar. A déli szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, néha megerősödik. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de délután észak-nyugatra és nyugatra záporok, zivatarok érkezhetnek egy közeledő hidegfront hatására. A hőmérséklet hétvégén reggelente 21-24, a legmelegebb órákban 37 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!